Sziasztok! Barát Bálint vagyok, ez itt a Max for Life használatát bemutató sorozat 5. epizódja. Mai napon a granuláris szintézissel fogunk foglalkozni. Ennek bemutatásában Bakonyi Bálint lesz a segítségemre, akinek ezúttal is nagyon köszönöm a hozzájárulását. Kétféle eszközt fogunk megnézni, az egyik az, amelyben egy felvett hangfájt granulálunk, a másik pedig, amikor egy valós idejű audiójelet fogunk granulálni. Az első eszköz a hangfájt használó granulár szinti lesz, a Complex Granulator 2-es. Robert Henke az Ableton Live egyik alkotója készítette. Különleges szinti. A granuláris szintézisen alapul, de ez csak az alapja. Egy állandó hangfolyamot hoz létre, rövid egymásba ágyazott részleteket használva az alaphangmintából. Ezeknek a zenei szemcséknek a hangmagasságát, nagyságát, pozícióját és hangerejét is különféle módokon lehet modulálni, ezáltal sokféle érdekes hangot létrehozva. Tartalmaz egy FM szekciót, valamint két szűrőt is. Ebben most nem fogunk belenézni, fantasztikus építmény amúgy, de inkább beszélek a paramétereiről, abból is van éppen elég. Idefelőre tudjátok behúzni a használandó hangmintát, alatta kétféle felületből választhattok ezzel a gombbal. Nézzük most az alapfelületet. Itt a szemcsék méretét tudjátok beállítani. Minél magasabb a grain paraméter frekvenciája, annál több szemcse keletkezik másodpercenként, és annál rövidebbek is lesznek. A szemcse méretét lehet modulálni a bejövő MIDI note függvényében, kaphat egy random fluktuációt, és a jobbra található LFO is modulálhatja. A spread a sztereótérben helyezel apró méretkülönbségű szemcséket, ezzel gazdag sztereofon modulációt hoz létre. Ettől jobbra a szemcse helyzetét tudjátok beállítani a hangfájlon belül, itt található spray paraméter és az LFO. Egy samplerrel ellentétben itt a szemcse pozíciója nem változik a lejátszás során. Ezzel a csúszkával tudjátok ezt áthelyezni, itt a MIDI note függvényévé tenni, itt pedig az LFO-val modulálni. A spray minden szemcsinek ad egy random pozíciót. Az LFO többféle hullámformával rendelkezik, és képes több perces ciklusokra a lassan fejlődő textúrák létrehozásához. A scan a beállításoktól függően szkennel a hangfájlon a lejátszás alatt. A szkennelés idejét és távolságát ezekkel a csúszkákkal lehet állítani. Ezt is lehet a bejövő MIDI note-ok, illetve a velocity függvényévé tenni. A curve paraméter a szkennelési sebességet változtatja az idő függvényében. Lehetséges az ablakfüggvény változtatása is. Az eljárás hasonló az előző epizódban bemutatotthoz, és ahogy az FFT-nél is, itt is nagyban meghatározza a kialakuló hang természetét. Általában egyenlő erejű átfedést kívánunk a finom tónusú granulációhoz. De néha szükség lehet egyéb ablakokra is. A shape és a spike paraméterek további alakítást tesznek lehetővé a kiválasztott ablak mintában. Itt lehetőség nyílik minden egyes szemcse amplitudójának modulációjára egy random jellel. A flux random hangerő változtatásokat hoz létre a szemcséken, a void pedig véletlenszerűen mutolja a szemcséket. A residual paraméter moderálja ezt a mutolást. Itt külső jelet lehet felvenni a granulátor input segítségével, melyet a felvendő sávra kell helyezni. Fontos tudni, hogy a felvétel a RAM-ba kerül, ha meg akarjuk őrizni, akkor a Write gombbal el kell mentenünk. Végül a szinti hangerejét tudjuk állítani, illetve a szólamok számát, ugyanis ez egy polifon szinti. Többek között ezt teszi igazán remek eszközzé. Átváltva a másik panelre, itt rögtön egy klasszikus ADSR burkolónk van, mellette egy pitch szekció, ami lehetőséget ad a szemcsék elhangolására, finom hangolására,
a key scalingre, valamint egy random hangmagasság fluktuációra szemcsénként. Ezzel a V-gombbal a bejövő velocity értékekkel tudjuk hangolni a szemcséket. A 70-es érték nem hangol, a 120-as 50 centtel feljebb, a 20-as 50 centtel lejjebb hangol. Itt van az FM részleg, melyel frekvencia modulálni tudjuk a szemcséket. Alsó értékeknél vibrátó jellegű effektet ad, magasaknál digitális koszt, a kettő között pedig minden elképzelhetőt. A moduláció mértéke kontrollálható velocity-vel, vagy a következő filter FM burkolóval. Ez itt tehát egy dedikált ADSR burkoló az FM-re és a szűrőkre. Itt két szűrőt találhatunk többféle módokkal. Különlegessége az EQ mód, cutoff, Q és gain paraméterekkel szokatlan és nagyon hasznos. Végül a kísérletezéshez hasznos a hold gomb, mely kitartja nekünk a beadott MIDI hangokat. Most következik egy lehetséges felhasználás, melyet Bakonyi Bálint fog bemutatni. Nos, hát sziasztok, megmutatom akkor, hogy hogyan használom én a Granulator 2-es változatát. Először kicsit hallgassunk bele a zenébe, hogy mire fogom most rátenni a témát. Ez egy ilyen nagyon letisztult house dal, amint hallható. Nagyon minimális ragadt hangszerelés, és erre fogok tenni atmoszférát, mivel amit halljuk, ebből eléggé hiányzik. Úgyhogy ezen a számon keresztül fogom megmutatni, hogy hogyan is működik mindez. Én egy gitárt fogok használni, a gitárra fogok készíteni hangfelvételt, és utána ezt fogom betölteni a Granulatorbe. Aztán pedig ezt fogom tovább befektezni, hogy ilyen atmoszférikus hangja legyen. Tehát ez a dal G-mollban van, úgyhogy most a G-moll skálának a hangjait fogom bejátszani. És akkor ezekből a hangokból fogok képezni majd egy ilyen hosszított, végtelenített granulátumot tulajdonképpen. Első körben hallgassuk meg, hogy milyen lett a felvétel. Én erre fogok tenni egy reverbot, ezt a Toraverb reverbot nagyon szeretem. És ezzel együtt, ezzel a reverbös hangzással fogom behúzni a granulizerbe. Hát felvehettem volna igazából egy reverb pedállal is, vagy bármilyen effektprocin keresztül, de ez most nem történt meg, úgyhogy most egy freeze és flutternel fogom megoldani, hogy ez a hangfelvételre rákerüljön. Így most már rajta van a reverb, és a reverbös effektezett hangot húzom be, és teszek rá egy külső filtert is, méghozzá ezt a Soundtoys-os filter freaket. Ezen kívül teszek rá még egy kórust is. Hát ezt is megcsináltam volna a felvételkor. De hogyha nincsen otthon kóruspedál, akkor ez az ingyenes plugin is tökéletesen megteszi. És még egy reverbot teszek rá, ugyanazt a beállítás, mint ami eredetileg a gitárhangfelvétele rajta volt. Ez azért jó, mert amikor tekerem a file positiont, akkor így az egyes részek azok szintén kapnak még egy kis ilyen utózengést. És látható, hogy ahogy a file position keresgetem, ugye a G-moll skála különböző hangjai fognak megszólalni, és igazából ezzel fogok majd végig játszani. Na nézzük, hogy hogy szól ez zenei környezetben. Itt lehet veled csinálni ilyen kis riser-szerűséget, ilyen felhúzást. És fel is tudjuk venni. És
akkor nézzük, hogy mi mindent lehet ezzel kezdeni, hogyha így folyamatosan lejátszuk a zenét. Igyekszem ilyen sát jellegű dolgokat belerakni. Kicsit még kiugrik a zenéből, de mindjárt szépen befilterezgetem, és akkor egészen bele fog olvadni. Ezt persze utómunkával is megcsinálhatjuk, de én általában felvétel közben szoktam. Egészen beleolvad, egy kicsit rá kell érezni az egészre. Részemről ennyi volna a történet, ezt persze tovább fokozhatjuk, hogyha resamplingeljük és újra betöltjük egy granulatorbe, és ne feledjük, hogy a határ a csillagos ég. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok! A következő eszköz Michael Edwards externálján alapul, én építettem köré a vezérlést. Mi is az externál? Ez egy olyan külső objektum, ami nem része az alapcsomagnak, és amit direkt Max környezetre írtak. Ez az eszköz az előzővel ellentétben a mindenkori audiójelet használja, akárcsak a Eurorack világban népszerű Clouds. Hasonló a megoldás a granulátorhoz, itt is egy több rétegű textúrát tudunk létrehozni. Ezeket a rétegeket lehet transponálni is, vagy az egészet transponálva, vagy pedig egy listát megadva, amelyből véletlenszerűen választ az objektum, és hozzárendeli a szemcséghez. Lehetőség van arra is, hogy tetszőleges számú kimenetet hozzunk létre, és ezekre küldjük ki a szemcséket, de ez a verzió egy stereo verzió. Ezzel a nagy sárga gombbal tudjátok kibekapcsolni az eszközt. Itt állíthatjátok be a rétegek számát, ezt off állapotban tegyétek. Ez alatt a buffer méretét lehet beállítani másodpercben. Végül az egyes szemcsék felfutási és lecsengési idejét tudjátok beállítani, ezek egyébként ugyancsak ablakfüggvények. A bal és jobb oldalra külön-külön egy-egy externált használok, szóval a bal oldali a bal csatornán állítja az ablakokat, a jobb oldali a jobb csatornán teszi ezt. Ezután következik a transponálási szekció. Először az általános transponálást láthatjátok, majd itt egy érdekes paraméter van. A transponálás temperálását lehet vele állítani. Ugyan a temperálás egyenlő marad, de ezt el tudjátok tolni. Az alapba beállított 12 fokú temperálást mondjuk több oktávra. Ha például a size-ot 3-ra, a division-t pedig 13-ra állítjátok, akkor kaptok egy temperált Ball & Pierce skálát. Itt jobbra lehetséges listával is transponálni, a 0, 3, 7, például egy mol alapfokú 3-as hangzatot fogadni, tizedes értékekkel mikrotonális akkordokat tudtok létrehozni. A következő szekció a szemcsék paramétereit állítja. A hosszukat millisekundumban, a beállított hossztól való random elmozdulást százalékértékben, a szemcsék sűrűségét és a szemcsék hangerejét. A baloldali számboxok a bal csatornára, a jobboldaliak a jobb csatornára érvényesek. Ezután egy szűrő található különböző módokkal, vágási frekivel, gain-el és a Q-értékkel. Végül egy általános hangerőszabályzó, majd az elmaradhatatlan drive csúszka. El kell mondanom, hogy ez egyelőre csak OSX-en működik, mert az externál csak arra lett lefordítva. Elvileg le lehet fordítani Windowsra is, ha sikerül, azt is megosztjuk majd veletek. És most lássuk különböző forrásokkal, mit csinál az eszköz. Thank you.
Nos, ez csak egy kis bevezető volt a granuláris szintézisbe. Rengeteg helyen lehet használni. Mindenkit bátorítok arra, hogy kísérletezzen vele. Három dolog maradt. Iratkozzatok fel az MPV YouTube csatornájára, vigyázzatok magatokra, és patcheljetek sokat. Sziasztok!